Az ötödik forduló után sem történt változás a tabella élén. Az Illovas Tiszakanyár 6-0-ra nyert Nagyhalászban, az Üldöző Sényő pedig 5-0-ra győzött Szakolyban, így a két csapat továbbra is ragaszkodik egymáshoz. A Nyírgyulai Kemecséről, a Mándok pedig Tiszalökről távozott 5-0-ás sikerrel. A Máté Szalka 3-1-re verte a Baktalórendházát, a Fehérgyarmat 2-1-re múlta felül a Tiszavasvárit, a Tuzsér-Ibrány találkozó 3-3-as, a Gyulaháza Nagyecsed mérkőzés és pedig 1-1-es döntetlennel zárult. Mind a két csapat megnyerhette volna, de a utolsó pillanatban Nagyecsednek volt meccslabdája, igaz, hogy előtte pillanatokkal nekünk, úgyhogy én úgy gondolom, hogy többet birtokolta a nagyecsedi csapata a labdát, szándékosan engedtük át a teret, fegyelmezetten, taktikusan játszottunk, az egy pontra mindenképpen rászolgált. Új csapatot kellett építenünk a tavalyihoz képest, tehát ha ezt veszem, akkor teljesen reális, sőt, inkább a várakozáson felüli ez a teljesítmény. Egyetlen egy gondom van, hogy ezekkel a döntetlenekkel sokra nem megyünk, tehát ez a hárompontos rendszerben ez nagyon-nagyon karcsú így. Viszont nagyon érdekes, hogy a legjobban messze a elbukott mérkőzésen Nyírgyulán játszottunk. A tabella élén a 13 pontos Tiszakanyár áll, megelőzve a szintén 13 pontos Sényőt. A 12 pontos Nyírgyulajt az egyaránt 10 pontos Mándok és Ibrány követi. A Tuzsérnak 9, a Nagyecsednek és a Fehérgyarmatnak 8-8 pontja van. Az alsó régióban 1-1 pontot szerzett eddig a Baktalórendháza és a Nagyhalász, míg a Tiszalök még pont nélkül várja a 6. fordulót, amelynek párosítása a következő: Tiszavasvári Gyulaháza, Nyírgyulaj, Tiszakanyár, Nagyecsed, Kemecse, Baktalórendháza, Tiszalök, Szakoly, Nagyhalász, Sényő, Tuzsér, Ibrány, Máté Szalka és Mándok Fehérgyarmat.